Üdvözlök újra mindenkit, én Góbi vagyok, és folytatjuk a következő részével a Quake sorozatomat. Ugye ott fejeztük be az előzőben, és elnézést kérek először is a hangom miatt, ugyanis kicsit, ahhoz, hogy meg vagyok fázva, de voltam múlt héten teniszezni, hetente járok, és sajnos hát annak ellenére, hogy úgy van beharangozva, hogy fűtik, Fernando elfelejtette bekapcsolni a fűtést. Egyébként nem ez az igazi neve, de mi úgy hívjuk. Szóval köszönjük Fernando utólag is. És ezért egy kicsit reket vagyok. De folytassuk a kvéket. Ugye ott fejeztük be, hogy a harmadik epizódnak nagyon a végén járunk már. Igazából van még a The Wind Tunnel nevű pálya, és utána pedig az utolsó, a befejező pálya. Utána pedig rátérünk a négyesre. Nem tudom, hogy mennyi fér bele ebbe az epizódba, de próbálok egy kicsit bepörögni. Próbálom érdekesnek megtartani a dolgot, és folytatni azt a tradíciómat, hogy mentek, behívok, mert hát sajnos próbáltam, és az nem megy még egyelőre, hogy így azonnal az elejétől a végéig végvigyem. Kicsit kijöttem a ritmusból, ugye azért ez már nem egy olyan játék, amit naponta játszok, nyilván. Úgyhogy folytassuk is, tehát ez a Wind Tunnel nevű pálya. Kicsit betárazunk, és azért Wind Tunnelnek hívják, ez azt jelenti magyarul, hogy a ilyen járatok vannak, csövek, ahol hát a vizet vezetik el, vizet, levegőt vezetik el erről a helységről. És ez azt eredményezi, hogy minket így fel tud emelni és elröpíteni egy másik helyszínre. Tehát innen érkeztünk ebből a csőből, ezekbe még egyelőre nem tudunk bemenni. De most ide fölemelkedünk és megérkezünk ide. És ott rögtön látjuk, hogy van egy quad damage, itt meg egy páncél. Ezt érdemes felvenni, szerintem azonnal használom is. De itt azért annyira nem szeretnék pazarolni. Na, ezzel meg is vagyunk. Menjünk tovább. Régi jó barátom ráugrott a fejemre. Egyébként pedig itt még nincsenek érdekes dolgok. Ja, és hát bocsánat, aki epilepsziás, az most nem tudom, ne nézzen ide, vagy valamit ugye kitalálok. Például elhagyjuk ezt a helységet sürgős hirtelenséggel. Jó, tehát ide még nem tudunk menni, viszont valamit erősen kinyitottunk. Ami valószínűleg a víz alatt van, ugyanis itt van ez a suit, amit felveszünk. Mit van? Hát, hogy az első helyszínben nyitottuk ki. És egyébként még az előző epizódban mondtam, hogy talán ez a hármas, ahol a legkevésbé emlékszek, hogy hova kell menni, mit kell csinálni. Ez kiváltképp igaz erre a pályára, úgyhogy ezért elnézést is kérek. Igen, mindig a legegyszerűbb dolog a megoldás. Hát itt csinálunk egy Leap of Fate-et. Akárcsak egy Assassin's Creed játékban. Igaz, hogy a hasonlóság az kimerül abban, hogy lehet a játékban ugrani, parkúrozni viszont nem. Illetve hát kinek milyen a fantáziája, tehát lehet, csak hát ez nem az igazi. Viszont itt levegőből abból erősen kezdek kifogyni. És följövünk ide. Aha, igen. Most ezt nem tudom, hogy itt volt-e az elején, de ezt így annyira nem vettem észre, hogy itt halál lehet merülni.
és lényegében aki speedrunner, lehet, hogy ki is tudja hagyni ezt az egész részt. Aha, tehát hogy itt még nem tudunk tovább menni, tehát ez itt szépen vissza egyengeti az utunkat ide. És kinyílt ez. Felfele lefele nem nagyon tudnak dobálni gránátot, legalábbis arra úgy látszik, hogy nem képezték ki őket az Ogre Akadémián. Most kíváncsi lennék erre mi van, de először megnézem, hogy itt kihagytam valamit, valami érdekeset, nem csak ide érkeztünk, jó. Ez melyik helyszín? De még nem tudunk menni. Viszont itt van egy járatocska, ami ilyen, de viszont ez titkos. Titkos, de nem eléggé. Most jó kérdés, hogy ezután hova kell menni. Ja, hát mondjuk eléggé adja magát. Ez egy jó kis pálya egyébként, így a design tekintve. Úgyhogy most itt már voltunk, csak kaptunk még egy-két ilyen kis ellenfelet. Még ott volt egy-két olyan töltény, ami engem érdekelne. Ó, oké, ezt észre sem vettem, hogy ők ott közben kínálgatnak engem egy kis rakétával. Most jó kérdés, hogy hogyan jutunk oda. Először nyírjuk ki őket. Ja. A válasz az mindig erősen adja magát. Na most itt szerintem megint az elején leszünk valahol. Itt folyamatosan spawnolja az ellenfeleket. És akkor ugye ez megvolt, ha jól emlékszik, itt még nem voltunk. Na hát ez annyira nem volt vészes, az elején totojáztam egy kicsit dolgokkal, és na most oda kell figyelnem, mert következik az utolsó pálya.
Ugye ezt múltkor is mondtam, hogy kihagytuk a titkos pályát, de ezt rendszeresen az összesnél, úgyhogy majd lesznek olyan videók, amik kifejezetten azokat mutatják be. Fejben egyébként már gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne érdekessé tenni a ilyen ezután következő bónusz részeket. Különböző pályakészítési dolgokkal, akkor megnézhetnénk, hogy hogyan csinálták meg ezeket a pályákat. Onnan is el lehet lesni trükköket, vagy akár arra is lehet használni, hogy most itt kaptam egy láthatatlanságot. Ezt nem tudom, hogy mennyire jól tudom majd kihasználni. De esetre elég hatásos eddig. Viszont annak annyira nem örülök, hogy a fegyvert azt nem látom. Mert az éppen általam használt fegyvert. Meg ha jól sejtem, hogy ha egyszer már megtámadtuk egy ellenfelet, ő azért lát minket. Basszus. Most viszont nagyon eldumáltam itt ahelyett, hogy figyeltem volna. Most nagyon közel voltunk, egy ilyen halál közeli élményünk volt, fogalmazhatnék így is. És ez annyira nem jó dolog, főleg ebben a játékban. Úgyhogy most egy ilyen taktikai visszavonulást per egyébként betárazást terveztem igazából. Így szépen beterveztem egy ilyet. Most nem tudom, hogy ezt érdemes-e arra fele. Hoppá, ott van egy páncél. Na mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy... Hú, basszus, hát erre a pályára őszintén szóval annyira nem emlékszek. Erre kíváncsi lennék, hogy onnan végig lehet-e ugrálni. Hát ez szerintem ilyen maximum életerő. Ja, vagy mondjuk kezdve onnan. Jó, oké. Én vagyok a balga. Tehát, hogyha innen indulunk, ez visszahoz, ugye? Aha. Akkor... Az anyádat. Az anyádat. Te mit csinálsz itt? Ha innen indulunk. És ügyes is vagyok. És ez nem töri le a lelkesedésemet. Akkor ezt megszereztük. És egyébként, ha jól emlékszek, mondjuk ebben nem vagyok biztos, itt ezen a pályán nincs fő ellenség, tehát egy ilyen speciális szörny, viszont, mint látjuk, ezek a, hogy hívják ezeket, ilyen vori, vagy valami V betűs, ilyenből van sok, meg hát mindenféle más erős ellenfélből. Na most viszont itt tárasztam ezzel a Lightning Gun töltényjel. Úgyhogy szerintem még ki is használnám, tehát most jött el az ideje. Azért így lényegesen hamarabb ki lehet őket nyírni. Ajjajjaj, te hol vagy? Tesz meg. Ott bujkál. Jó, hát színre szín, én azt mondom, hogyha nem vagyok a terhére, akkor valami ilyet megjátszunk. Egyébként látjuk kicsit a célunkat is, a sárga kulcs az majd azt fogja nyitni, azt az ajtót, amit láttunk.
Hát most ez itt, ez mindig is így volt. Csak nekem káprázik a szemem. Hát egyébként én egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a pályát sokkal gyorsabban végig lehet vinni. Jaj, 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 Istenem. Ezt már a levegőben éreztem. Istenek ilyenkor legalább életerőt adnak. Volt annyi tisztesség a készítőkben. Ezt utána, amikor átvált egy jobb fegyverre, de valójában csak pazarlom vele a történt. Ajjajjaj, hát ez... Azt hiszem, egy mentés azért belénk férne. Jaj, ezt elfelejtettem, hogy jó, és rögtön lehúzta a páncélomat. De legalább közeledünk a végéhez. Úgyhogy most már igazából ez az utolsó pálya, tehát nem is tudom, hogy minek tartogatom már a rakétákat, meg ilyeneket. Mondjuk tudom, mert attól nagyon elszoktam, hogy itt szűkek a helyek, és az előző részben is... Az részben is csak megszivattam vele magam, tehát amennyire erős a... Amennyire erős a rakéta, annyira óvatosan kell bánni vele. Tehát azért normál fokozaton egyébként simán akár rakéta nélkül is végig lehet vinni. Jó, de hát most nyilván egyébként valaki meg úgy játszik speedrunokat, hogy, hogy pacifista módon, tehát hogy senkit nem öl meg, vagy csak akit, akit nem lehet elkerülni, hogy meg kell, tehát nem lehet elkerülni, hogy megöljön valakit. Szóval... Ja, tehát igazából minden opcionális, ha így nézem, de... Hollyhead. Jaj, 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 jaj. Ennek már a elrendezése is annyira adta magát. Mhm.
Na például most lőttem volna egy rakétát, az igazából csak én látom a kárát. Jó lenne egy teljes életerővel nekiállni. Nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető a dolog. Hagytam átra valamit. Hát, vagy igazából mentek egyet, aztán megpróbálom, nem lehetetlen, csak... Ez, amiket kilőnek, ez legjobb megtagadni tőlük. Hogyha folyamatosan rakétával lövi az ember őket, és elbújtak, vagy... Akkor nem tudnak olyanokat kilőni, amiket lőnek, mert az vagy az meg követ minket. Ha? Érdekes viselkedés volt, hogy így lejöttek. Nem, hát szóval ezt meg kell tőlük tagadni, mert... Jó, hát... 16 élete, 31... És hát akkor megvan a... Ja, Istenem, persze ez már nem volt benne a fejembe, de... Hol mentettem? Ja, itt amikor megpróbáltam a... Ez kedves volt, nagyon kedves volt. Jó, hát akkor viszont... Jaj, miért nem tartogattam ezeket? Na mindegy. És ráadásul két oldalról. Jó, hát legalább meg volt az epizód. 11 perc, 27 másodperc. És még volt egy titkos hely. Nem emlékszik, hogy hol van. Úgyhogy megint vége van egy epizódnak. Ezt hagyom, hogy lemenjen. Na most megint visszatértünk ide a pálya epizód választóhoz. Meg volt az első, második, harmadik, és még hátra van a legnehezebb, a negyedik. És hát így a hangomból is lehet, hogy kiérzitek, hogy annyira nem vagyok komfortos ezzel kapcsolatban. Hájjáj. Erre még nagyjából emlékszek. Ez az első, ez egy ilyen klasszikus pálya. Ha jól emlékszek, itt érdemes rögtön a vízben egyébként így felfedezni pár dolgot. Mondjuk nem így, de... Oh!
Aha, most láttam, hogy ezt ide a hátam mögé akarta rakni. Hát például ezért érdemes a vízbe kezdeni, rögtön a kulcs meg is van. Ezeket könnyű leszedni föntről. Nincs ennék, hogy lehet ide feljutni, már nem emlékszek, de... Valahol arra fele lesz a... a lehetőség. Most ki van nyitva az a flatgate. Található. Persze azok nem hallják, hogy a haverjait kinyírtam. Most akkor vissza a vízes részhez. Meg ezt nem nyomtam meg. Ezek most komolyan itt vannak? Basszus. Vissza kéne menni levegőjére, mert ez valamire nem vicces. Na hát ez kész is van. Na hát látszik, hogy itt már azért fogynak ezek a titkos helyek. De ezért is lesz jó, hogyha összeszedem őket külön. Tehát ez megérdemel legalább egy 10-20 percet, hogy így. Na, azt meg fogom majd vágni nyilván. Tehát ezt most így hagyom egyben az egészet. Úgyhogy ez a terv. Kicsit először körülnézek, mert
Mi lenne a jó taktika? Aha, mondjuk nem ez, de... Készek, az már meg se kapom. Na, Istenem. Hát így jártunk. Igen, van egy kis láthatatlanságunk. Ez de szemétség volt, ez egy ilyen kamu víz volt, tehát hogy csak simán átestem rajta. Ajjajjajjajjajjajjajj, kész. Menekülés, mert például egy ilyen kell. Meg mondjuk itt egy-két dolog. Például ez. Jó, hát most annyira már nem tartok ettől a dologtól. Gyere, tépjél meg, azaz, tépjél, ettől érzed jól magad. Most azt nem tudom, hogy menjek tovább, vagy itt még nézzek körül, de szerintem ez hamarosan el is múlik, úgyhogy beárok, ha betárazok, meg ilyenek. Ez se egy észlény. Na és az utolsó lövést így kapja meg. Mentés. Még benne szokás szerint elbízom magam, ez most egy jó kis sprint volt, de... Jó, ez hol is volt? Ja, igen. Ezt nem hiszem el. Nem összeszedtük? Jaj. Ja nem, mert itt estem le. Tehát ez egy ilyen
kamu víz, vagy legalábbis nagyon sekély. Tehát igazából azonnal leesünk. Hát ez nem hiszem el komolyan. Ez valójában egy teleport szerintem. Vagy egy ilyen egy pixeles víz. Jó, mindegy. Viszont most egész jól állunk. Szerintem a pálya is már nem sokára véget ér. Elnézést még egyszer a hangom miatt, de ezt is kellem, is lehet ilyen krákukást hallgatni, de hát ez van. Na szóval. Kifejezetten egy jó szög őket lőni, mert csak ilyen messzire tudnak dobni. Áj, ezt annyira tudtam, ez itt hogy lehet átmenni. Áj, Istenem. Nem tudom, hogy ha csak futok, akkor az elége. Szerintem nem. Nem. Hát nem. Az a válasz, hogy nem. Hát pedig ez jó lett volna oda menni. Ide. És oda már nem lehet menni. Most igazából én ide akartam jönni. Az előbb. Most nem kéne elrontani ezt az ugrást. Komolyan itt, erre már nem emlékszek, hogy itt tényleg egyesével végig kell ugrálni. Hát ez lehetetlen. Ha. És ez hova visz? Hát most nem nézem meg ezt a másik teleportot. Na, azt hiszem, hogy ebbe a részbe ennyi fért bele. Aránylag haladtunk, úgy érzem. Itt a vége felé már azért nyilván kicsit több időt vesz igénybe egy-egy pálya. Úgyhogy szerintem még egy epizód valami ilyen hagyományos lesz, hogy befejezzük mind a négy Quake epizódot. És akkor utána rátérhetünk a bónusz anyagokra, amiket így kitaláltam közben. Egyébként már készülök is elő dolgokkal, tehát csinálok ilyen textúrákat. Letöltöttem azt a pályaszerkesztőt, amit lehet használni, és az egyéb ilyen grafikai anyagokat szerkeszteni, meg ilyenek, úgyhogy
Még több hasonló tartalom lesz, vannak más ötleteim is, úgyhogy mindenkit várok a következő epizódban. Én Góbi voltam, és viszlát!